A népszavazás ügye egy fontos nemzeti ügy, fogalmazott Diósi Csaba polgármester azon a Kőrösi iskolában megrendezett fórumon, melyet az október 2-i népszavazás témájában hirdettek meg Tuzson Bence államtitkár és Bakondi György altábornagy, a miniszterelnök biztonsági tanácsadója részvételével. Sokan gondolják úgy, hogy ez egy fontos nemzeti ügy. Én magam is talán három nézőpontból is érintve érzem magam a dologba, hiszen négy gyerek édesapjaként is gondolkodom, és mint a szülők általában kicsit talán hosszabb távon gondolkodnak, mint a saját életük, mert talán még a gyerekeik, unokáik horizontját is megpróbálják követni, és ma egy olyan témáról lesz szó, ami nem csak a mi életünkben lesz meghatározó, hanem gyermekeink életében is, hogyha rossz döntést hozunk az ország, akkor azt hiszem, hogy egy nehéz, visszafordíthatatlan folyamat indul el, ami a gyerekeink, unokáink életében is egy fontos kérdés lesz. Olyan nézőpontból is nézem ezt, mint városunk egyik lakója, mint városunk polgármestere, akinek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogyha rosszul sülnek el a dolgok, tennivalója lesz, és ugyan most jelenleg még ez egy teoretikus kérdéskör, elméletben folyik a vita, de nekünk arra is készülnünk kell, hogyha esetleg nem bírunk úrrá lenni ezen a helyzeten, nem bírunk erőt fölmutatni, és bekövetkezik a legrosszabb, akkor olyan helyzetbe fogok kerülni, hogy itt operatív döntésekre kell sort keríteni, és hát nagyon nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni, mert azt gondolom, hogy jó döntéseket nem lehet majd hozni, hiszen arról lesz szó, hogy azokat, akiket a kvóta Dunakeszire irányít, azokat hol fogjuk elhelyezni, és azt hiszem, hogy mi erre jó megoldást itt helyben nem tudunk találni, olyat, aminél nem fogják többen is azt érezni, hogy az ő életüket megkeserítettük, tönkretettük. Úgyhogy nem szeretném, hogyha nekem ilyen döntésekben részt kéne vennem. És hát természetesen, mint magyar állampolgár, mint nemzetben gondolkodó ember is érintve vagyok, akinek fontos az a kérdés, hogy fontosak a hagyományaink, fontos a nemzettudata, és fontos az, hogy ez sokáig így maradjon fönt.